Erős várom Istenünk! Szeretettel köszöntöm gyülekezetünket innen a Pest Erzsébeti Evangélikus templomból nagypénteki istentiszteletünkről, mely passió olvasással egybekötött istentisztelet. Nagy szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap feltámadás ünnepén délelőtt 10 órától Pest Erzsébetről, délután 4 órától pedig Soroksáról közvetítünk istentiszteletet. Húsvét hétfőn délelőtt 10 órától ismét innen Pest Erzsébetről közvetítünk istentiszteleti felvételt. Nagy szeretettel várjuk gyülekezetünk minden tagját a képernyők elé. Legyünk együtt hitben, szeretetben, úgy, ahogyan valóságosan, amikor felkerekedünk és eljövünk a templomba. Szeretnék is köszönetet mondani azokért a jelzésekért, vagy fotókért, amik arról számolnak be, hogy a családok hogyan vesznek részt az istentiszteleten ebben a mostani megszorításokkal teli időben is. Szeretnék köszönetet mondani azért a fölvett és nekünk elküldött korál előjátékért, ami mai istentiszteletünkön hangozhat. Köszönetet azért a kézzel készített, kézműves, körös képeslapért, ami eljutott hozzánk két kedves testvér jó voltából. És minden számtalan jelért, ami azt erősíti, hogy mi továbbra is egy közösség vagyunk, Isten tenyerén, Isten szeretetében. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Jézus Krisztus engedelmes volt mind halálig, a keresztfán szenvedett halálig. Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért van távol segítségem, nem éri el kiáltásom? Gonoszok serege vett körül, átszúrták kezemet és lábamat. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek, de Te, Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Jézus, Isten báránya, ki mindent elhordoztál, amivel bűn és gonoszság illetett téged ártatlanul, könyörülj rajtam. Segíts, hogy a bűnt, amely szenvedésedet okozta és életedet kioltotta, szívemből utáljam, nagy áldozatodat és csodálatos szerelmedet pedig soha el ne felejtsem. Amen.
Hallgassa meg a keresztény gyülekezet, ami Urunk szenvedés történetét, ahogyan az evangélisták az evangéliumban megírták. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett és így szólt. Mester, és megcsókolta. Jézus így szólt hozzá. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Amikor odamentek, rátették a kezüket és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokassághoz. Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt és megkérdezte Jézustól. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak.
Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta. Én vagyok, és meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki. Most prófétálj. A szolgák is arcul verték őt. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényeitek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit nincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok.
Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. De azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félre vezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok, de még Heródes sem, mert visszaküldte hozzám. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták. Üdvözlégy zsidó király! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik.
Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítessenek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétre való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Pilátus feliratot is készítetett és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írt a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt. Amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy-egy részt. Fogták köntösét is, amely varatlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot,
hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mensd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tizenkét órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
és ezt mondva meghalt. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéből készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.
Elkísérték őt az asszonyok, akik vele együtt jöttek Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Hallgassuk meg mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogyan megírva találjuk Máté evangéliumának 27. fejezetében, a 39. verstől kezdődően. Akik elmentek Jézus mellett, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen ezt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Az áldozat adja meg az életem súlyát és értelmét. Figyelem a régi idők régi hőseit, önátadásukat. A valódi áldozat mértékét egyetlen dolog határozta meg, hogy mekkora áldozatra van szükség. Ma meg úgy látom, megváltozott ez a mérték, és az válik meghatározóvá, hogy mekkora áldozat fér bele nekem. Mire érzem képesnek magamat? És figyelek arra is, hogy úgy adjak, hogy ezért nekem is maradjon. Valahol valamikor ketté vált a cél és az ego, pontosabban valahol valamikor az egónk lett a célunk. Mindennek a mélyén pedig ott munkál az attól való félelem, hogy kihasználhatnak bennünket. Pedig aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. A kifogások széles tárházát sütjük el akkor, testvéreim, ha valaki megkér bennünket valamire, egy szívességre. Testvérem, te mit szoktál ilyenkor mondani? Nem akaródzik. Valamiért nem szeretnéd. Bocsánat, de ez nem fér most bele. A munkám az első. A családom az első. Nem az én dolgom. Fáradt vagyok. Töltődnöm kell. Most én szeretnék kapni. És aki ezeket kimondja, sikeresen megvédi önmagát, megvédi a pénzét, megvédi az idejét,
és adott esetben valami jóval nagyobb jót veszít el, akár anélkül, hogy tudatában lenne ennek. Jézus az ő áldozatában nem mérlegelt, ahogy szeretetében sem. Nem kötött kompromisszumot, nem törekedett győztes megoldásra, nem került el a bajt, nem hagyta másra, hanem egyenesen belelovagolt virágvasárnap, és ment aztán a saját lábán, sebekkel teli hátán cipelve keresztjét. Nem nézte, hogy mi fér bele. Nem nézte, hogy hogyan kötheti a legelőnyösebb kompromisszumot a lehető legkevesebb veszteséggel, hogy hogyan járhatna mindenki jól. Mert testvérek, van néhány dolog az életben, néhány olyan helyzet, amikor nem szabad, hogy ez számítson, amikor valami sokkal nagyobbról, amikor magáról az életről van szó, akkor nincsen helye a mérlegelésnek. Nem volt helye a Teréz anyák, a Szent Ferencek életében, és nem volt helye annak a 75 éves olasz lelkipásztornak az életében sem, aki átengedte a lélegeztetőgépet a nála fiatalabbnak. Hogyha önmagához méri a helyzetet, akkor számtalan okot talált volna az életben maradásra. És igaza lett volna. Igaza lett volna. De nem magára nézett, hanem egy önmagán jóval túlmutató célra, jelesül a másik ember életére, és abban a pillanatban már tudta is azt, hogy mire van szükség, és tette, amit tennie kellett, mert rend volt a fejében, és rend volt a szívében is. Jézus értünk hozott áldozata így teremt rendet bennünk, és így válik örök érvényű igazodási ponttá. Hogyha képesek vagyunk a külső szemlélő pozíciójából kilépni és belelépni, belenézni, belelátni az ő áldozatába, akkor testvérek, egyszerre bennünk is helyreáll a rend. Elkezdjük nagyon másként látni, elkezdjük nagyon másként értékelni az életünk dolgait. És testvérek, ez az a pozíció, amiből jó döntéseket tudunk hozni az egész életünkre nézve. Valaki egyszer régen, még évekkel korábban azt mondta nekem, tudod, én azért nem hiszem, hogy Jézus valóban annyit szenvedett, mint amit a filmek bemutatnak ebből. Azt gondolom, hogy ez csak a féle rendezői túlzás, olcsó hatásvadászat. Hát, testvérem, ha te is így látod, akkor még nem értetted meg. Mert az igazság az, hogy minden emberi eszköz kevés lenne annak a szenvedésnek a bemutatására, és amit a filmeken látunk, még csak meg sem közelíti a valóságot. Hiszen képtelen bemutatni azokat a testi fájdalomnál is mélyebb lelkisebbeket, amelyeket a visszautasítottság, a magára hagyottság és a gyűlölettel teli gúnyütött a szívén. Jézus áldozata mércéje lett minden visszautasításomnak, kifogáskeresésemnek, kényelem szeretetemnek, önmagam féltésének. Az attól való félelmemnek, hogy én húzom a rövidebbet, hogy becsapnak, hogy pórul járok, nem leszek fontos. Testvérem, ezekből a védőfalakból nem épül Isten országa. Azonban minél jobban szeretek valakit, annál több lemondásra vagyok képes érte, és minél több áldozatot hozok önként valakiért, annál értékesebbé válik a számomra. Életem értelme Krisztus keresztjétől, mint origótól indul el, már ha van hozzá valami közöm. Persze megtehetem azt, hogy jól kiszámított, előre megtervezett, jobbára könnyed, önfelett és kellemes életet élek. Testvérek, ha körülnézünk magunk körül, akkor a legtöbb ember ezt teszi. Más kérdés az, hogy lemondás és áldozat nélkül lesz-e eredménye, lesz-e valódi értelme és lesz-e valódi értéke. Ezen a szokatlan, furcsa megszorításokkal és némi lemondással járó húsvéti időben kinyílhat a szemünk még valamire. Testvérek, csak is azokat a dolgokat kell mellőznünk, amiket egyébként sem tarthatunk meg, amik veszendők, amik előbb-utóbb elmúlnak maguktól is. Ami azonban igazán lényeges, az most is elérhető távolságra van. Jézus Krisztus által már most kapcsolatunk van Istennel és egymással. Jézus Krisztus által már most miénk az örök élet.
Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, azért az ígéretért, hogy néped szeméről letörlöd könnyeit. Kérünk téged, hogy ebben a hitben tudjuk hordozni szenvedéseinket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk egyházadért, hogy tagjai egységre jussanak minden fontos kérdésben, és így az evangélium jó íze és friss illata érezhető legyen a világban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk szolgáidért, az ige hirdetőkért, a misszió munkásaiért, a keresztény tanítókért, azokért, akik a szeretet szolgálatban vesznek részt, az egyházi zene művelőiért, s mindazért, mindazokért, akik a te ügyedben fáradoznak, hogy munkájuk által szűnjék a sírás, és növekedjék az öröm. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Könyörgünk a világért, a népekért és vezetőikért, azokért, akiknek hatalmat adtás, azokért, akik mások hatalma alá rendeltettek. Add, hogy akaratod szerint békében és igazságban élhessünk ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk szeretteinkért, gyógyítsd meg betegeinket, vigasztald a gyászolókat, vidd egyességre azokat, akik most vitában állnak. Adj erőt a megfáradtaknak, közösséget az egyedül lévőknek, reménységet azoknak, akik zsákutcába jutottak. Add meg az újrakezdés lehetőségét azoknak, akik valamit elrontottak, s használj minket is eszközödül munkádban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Végül könyörgünk önmagunkért. Tarts meg minket a hitben mindvégig, s vígy be országodba minden szenttel együtt, hogy együtt dicsérhessünk téged mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.